Sziasztok! A 2022-es Megatesten van egy kis különlegesség. Idén ugyanis vannak meghívott versenyzők, akiket személyesen én hívtam meg azért, mert van mögöttük egy kis érdekesség. Pontosabban van mögöttük sztori, ami miatt úgy gondoltam, hogy mindenképpen muszáj, hogy itt legyenek a 2022-es Megatesten. Egy különleges vendéggel folytatjuk, pontosabban versenyzővel, hiszen Mikja Gyuri az ötös rajtszámmal meghívottként van itt a Megatesten. Mit jelent ez? Szia Gyuri! Hát elsőként a szerencse száma volt egyébként, úgyhogy nagy szerencse az, hogy pont ezt a sorszámot kaptam. Azt, hogy meghívott versenyzőként itt lehetek, ugye az azt jelenti, hogy én már egyszer indultam évekkel ezelőtt. Most egy külön engedélyt kaptam ahhoz, hogy itt legyek, ez viszont sokkal nagyobb nyomást jelent. Én azt gondolom, legalábbis nekem, mint bárki másnak, mert hogy nagyon oda kell tenni, nagyon kell készülni, teljesíteni 120%-on, úgy értem, hogy talán még jobban is, mint másoknak. Mert hogyha valakit meghívnak, akkor azért ez egy olyan plusz opció, amiért nagyon meg kell felelni, mind a szervezők, mind pedig a versenyzőtársak felé. És mik a célok? Egy szóval mondanám, akkor az, hogy brutális változás lesz, ami most az elmúlt évekhez képest, mert próbáltam tartani, de azért ugye a munka, amiket így szoktunk így felhozni, mint érv, meg hogy éppen nyár van, miközben nyárra készülünk előtte, szóval nagyon kemény változás lesz, de talán pont ez a Megatesztnek a lényege, hogy viszonylag rövid idő, ez a 4 hónap, ha jól emlékszem, az évből, erre a 4 hónapra viszont nagyon rá lehet koncentrálni, nagyon oda lehet tenni magadat, akár az edzés, akár a kaja terén, és akár a pihenés. Tehát ez azt jelenti számomra, most, hogy így átnéztem a következő 4 hónapot, hogy például el fogom tolni a születésnapomat, mert hogy ugye akkor valószínűleg nem fogunk alkoholt inni, nem fogunk pezsgőt bontani a következő hónapokban, akkor egész másképp fogok vásárolni. Ugye most, ha itt befejezzük ezt az interjút, akkor megyek jégsaláta, spenót, rendelem a marhahúst, úgyhogy körülbelül így fog kinézni a történet, meg jöhet a lazac, ami ugye eddig más volt, mert hogy azért megettük azokat a dolgokat is, amik nem biztos, hogy mondjuk előnyére váltak a dolgoknak. Ez most csak azért fontos, mert ugye, hogy egy túró rudi, amivel mondjuk bűnözünk, ahelyett ehetünk tiszta marhahúst, friss zöldséget, sokkal gyorsabban felszívódó és normálisabb táplálékokat, amikor mondjuk nem fogunk felpuffadni, és hamarabb tudunk eredményt elérni. Na, ezt megpróbálom majd én is megvalósítani, úgy, mint annak idején, de talán most sokkal nagyobb lendülettel. Mik a kedvenc test részeid, illetve mi az, amit nagyon szeretnél fejleszteni? Nekem a legnagyobb kihívás az a láb. Azért, mert hogy régen, amikor még felennyi idősem voltam, vagy még annál is kevesebb, akkor táncoltam, és megerősödött a lábam, viszont formára, hát nem egy formás darab, úgyhogy úgy kell majd leformázni, ha használhatom ezt a szót, hogy ki is nézzem valahogy, tehát ne csak két elefántipegőn jöjjek be, és ugyanakkor meg, hogy arányban legyen a felső testemmel is. Egyébként annak idején ezért kezdtem el foglalkozni így hobbi szinten a testépítéssel, mert hogy nagyon nagy volt az aránytalanság a felső testem és a deréktől lefele a lábak között. Nagyon sok sikert kívánok a következő 16 héthez, és üdv újra itt a Megatesztben! Szépen durva lesz, de megcsináljuk. Ameddig megyek, addig megyek, de arra fókuszálok már az elején, hogy ezt végig kell tolni. Versenyen belül vagy kívül, de mindenképpen. Hajrá! Hát a következő versenyző párosunk, ugye egy házas pár. Én Helyei Kinga vagyok, és a sorszámom 10-es. Pazsák Mihály, 23-as a sorszámom. Mit kell tudni rólatok? Azért ez elég ritka, hogy párosként jusson be valaki a versenyre. Zsanett lányunk, a Pazsák Zsanett lányunk ő versenyző, és hát végülis az ő unszolására, vagy végülis tervére, vagy ő találta ki végül is ezt, hogy akkor jelentkezzünk, mert hogy ez egy nagyon jó átalakulás lenne. Egyrészt, hogy egészségesebben éljünk egy picit, meg hogy mozogjunk, tehát ezt mindenféleképpen, és akkor igazából kíváncsiak vagyunk, hogy akkor most ez hogy fog sikerülni ez a teszt, ez a 16 hét, hogy milyen változást tudunk elérni ennyi idősen. Feltételezem, hogy akkor a lányotok a motivátorotok, és egyben a segítőtök is. Már valamilyen tervet felvázolt számotokra? Hát még nem, majd most a hétvégén fogunk összeülni, és akkor összerakjuk a
tervet, az a baj, hogy nagyon szeretünk enni, jókat enni, sokat enni. Hát igen, csak nem a fitness életmódba beleférő ételeket. Tehát ezen kell elsősorban változtatni, ugye ebbe lesz majd a Zsanett nekünk a segítségünkre. Azért a ti fejetekbe feltételezem, hogy már megfordultak bizonyos gondolatok, hogy mik a célok. Hiszen elsősorban saját magatoknak kell a célokat kitűzni. Mindenféleképpen én egy pici sportosabb, vagy kicsit erő, tehát a jobb fizikumot szeretnék én elérni végül is. És hát ebben a Zsanett biztos, hogy segíteni fog tudni nekem. Én mindenféleképpen egy kicsit meg szeretnék szabadulni a súlyfeleslegtől, és el szeretnénk jutni a döntőig. Mit lehet tudni a ti életformátokról? Sport hogyan van jelen? Hát én most 52 éves vagyok, 35 éves koromig azt mondom, hogy volt, onnantól kezdve nem. Ugye akkor jött rám így szép lassan a felesleg, úgyhogy most lesz az idő, hogy ledobjuk ezt a felesleget. Mit gondoltok, hogy a következő időszakban kialakított életmód az mennyire lesz kitartó? Hát én úgy gondolom, hogy azért elég kitartóak vagyunk, meg tudunk is lenni. Nem beszélve arról, hogy azért a Zsanival már egy-két versenyszezont végigcsináltunk, és nyilván láttuk, hogy mennyi energiát és kitartást tesz ebbe a sportba, és ebből mindenféleképpen fogunk szerintem erőt meríteni. Meg hát a segítségünkre lesz ez biztos. Zsani mennyire szigorú? Hát nagyon, nagyon szigorú. Nagyon szigorú. Igen, de nem hagy minket pihenni, az biztos vagyok benne. Meg hát a hűtőt mindig nézni fogja, hogy mi van benne. Max lelapatolja. Akkor kemény időszak vár rátok, de szerintem nagyon fogjátok élvezni. Sok sikert kívánok hozzá.